eleinte volt szezon elején egy-egy olyan meccs, ahol így olyan emberek jöttek, akit még sose láttunk, meg azóta se láttuk, és így gyanítom, hogy ők inkább Szoboszlai fanok, mint Liverpool fanok. Teljesen oké részemről, amíg tudják azt a helyzetet kezelni, hogy nem Szoboszlai Dominikért gurul a futball, hanem a Liverpool sikereiért. Hétről hétre közel 100 ember gyűlik össze egy körúti kocsmában, hogy buzdítsa a kedvenc foci csapatát. Ebben önmagában nincs semmi különleges. Ezek a drukkerek azonban nem a Ferencváros vagy az Újpest hűséges szurkolói, hanem az angol első osztályban szereplő Liverpoolé. A vörösöknek világszerte komoly rajongótábora van. A magyar csoport által szervezett közös meccsnézéseken viszont a hangulat szinte már olyan, mintha az ember az Anfield lelátóján ülne. Erről a szenvedélyről, valamint a nyáron a Liverpoolba igazoló Szoboszlai Dominik közösségre gyakorolt hatásairól is kérdeztük a csoport két meghatározó tagját. Nekem személy szerint ez úgy ragadt meg, hogy például nekem az első Liverpool meccs, amit láttam, az a 2001-es UEFA, akkor még UEFA kupa volt, döntő, ugye az 5-4 az Alaves ellen, és amikor meg a tényleges úgymond ilyen szurkolást elkezdtem, az meg a 2005, még nem is a Milan ellen BL döntőt mondanám, hanem előtte a 2-1-en megnyert pár Párec Juventus ellen. Nekem ott valahogy megfogott így a csapatnak nyilván a játék az, hogy ugye nyertek, meg ugye a szellemisége, és így kezdtem el a Liverpoolnak szurkolni. Dereng, hogy édesapám, már nem ő nevelt föl, nem együtt élünk, 1000 éve nem találkoztunk, de valahogy dereng, hogy ő szerette a Liverpoolt régen, és emlékszem az első FIFA-kban a Liverpool-lal kezdtem el játszani, még ez ilyen 2000-es évek nagyon eleje, mert a piros volt a kedvenc színem, és aztán elkezdtem élőbe is követni őket, így kb. Ilyen 2004-5, pont amikor Isztambulban BL-t nyert a Liverpool, ilyen csoda körülmények között, 3-0-ról felállva. Azt már úgy éltem meg, hogy akkor már Liverpool szurkoló voltam. Nyilván jobb lenne, itt lenne egy sarokra a stadion, és hétről hétre ki tudnánk járni, de egyébként nagyon sok Liverpool is se tud kijárni hétről hétre, mert a bérletek gyakorlatilag ott is kiállásos alapon vannak, és sajnos manapság meg már a jegyárak magasabb. Tehát én ezt nem attól függetlenül, hogy most nem 3 villamos megállónél van a stadion, hanem 2,5 órás repülőútra. Ettől függetlenül van olyan helyi liverpooli, akinél én többször tudtam kimenni az Anfieldre. Azt hiszem nem voltam már 4 éve, most megyek tavasszal. Jürgen apánkat megnézem még utoljára. Amikor itt a környéken van, például volt Mariborban, Szlovéniában BL meccsünk, arra kimentünk, így csoportosan, busszal, és akkor ott a stadion előtt tudtam kukázni egy jegyet valakitől, és így a hazai szektorba beültem vörösmezben. Meglepően jó fejek voltak amúgy. Most például Prágába gondolkoztam, hogy esetleg ki lehetne ugrani, de mivel most megyek Liverpoolba, ezért inkább arra teszem félre a pénzt. Nyilván szerintem ez valamilyen szinten pénzkérdése, hogyha van rá keretet, hogy te kimenj 2-3-szor, meg megvan a forrása, amely jegyet tudsz intézni, akkor megoldható. Itthon egyébként jegyforrásnak a mi hivatalos szurkolói klubunk van. 2-2 meccsre szoktunk egy szezonban jegyet kapni. Nyilván olyan nincsen, hogy egy szezonban ugyanazt az embert 2-szer is kiutasztatjuk, mert az a cél, hogy minél több szurkolótársnak adjunk Anfield élményt. De hogyha más egyéb félig hivatalos forrásokból tudsz jegyet szerezni, és megvan a cash, akkor ki lehet menni többször is. Valamelyik blogra ki volt írva, hogy itt a körúton valamelyik helyen lesznek, hogyha valaki akar csatlakozni, és akkor utána így elindult, hogy mondjuk amikor volt egy ilyen nagyobb meccs, egy rangadó vagy ilyesmi, akkor így jöjjünk össze többen, és a 13-as, 14-es szezonból alakult ki így
ott a rendezések körébe, hogy akkor így nézzünk minden meccset együtt. De akkor is átlagban azt mondanám, hogy ilyen, ami ilyen nagyon magas létszám volt, az ilyen max. Ilyen 50 fő. És akkor utána elkezdtük, hogy tényleg így idézőjelben jobban hirdetni is, és nagyon dobott rajta Klopp, amikor megérkezett, és újra sikeres lett a csapat, és újra BL-be jutottunk, és akkor ezek után lett, hogy például már egy BL döntőre, már egy 2000-2300 embernek tudtunk eseményt szervezni. Sok csalódást meg kellett érni, élni, 30 évig nem volt bajnok a csapat, rengeteg kritikát, vagy nem is kritikát, ilyen ugratást kapunk haveroktól, akik másoknak szurkolnak, vagy kaptunk, most már annyira nem, hála Istennek. De igen, ez a közösségi élmény az szerintem, ami segít abba, hogy kitarts egy csapat mellett, mert hogy az a csapat adta neked azokat a barátokat. És ez ugyanígy megvan nálunk is, akik egy kocsmába nézik, mint a fradistáknál, az Újpest szurkolóknál, vagy bárkit mondhatok, akik stadionba járnak. Ők a lelátón vannak együtt egy brancsba, mi meg a kocsmába ülünk le együtt egy brancsba. Maga a mesnézésekre azt mondom, hogy nem higult föl, inkább azt mondanám, hogy sok olyan ember van, aki mondjuk tavaly vagy tavaly előtt ritkábban járt, és most gyakrabban jár le. Tehát, hogy egy ilyen tét nélküli meccsen is meg vagyunk 20-an. Inkább azt mondanám, hogy így a közösségi média felületeken higult föl így, aki, és most ezt nem sértésből mondom, de hogy nem feltétlen Liverpool szurkoló, hanem szoboszlai szurkoló. Tehát ő nem biztos, hogy mondjuk megnézi akkor a meccset, amikor a Dominik mondjuk sérült volt. Amivel egyébként nincs semmi baj, mert Egyiptomban is nagyon sokan nézik azért, mert a Salahot játszik. Tehát, hogy az, hogy meg egyéb média felületeken mondjuk ezt hogyan használják ki, azt szerintem, aki mondjuk már több mint 10 éve Liverpool szurkolónak, meg nem biztos, hogy az így most Magyarországon pozitívan csapódik le. Eleinte volt a szezon elején egy-egy olyan meccs, ahol így olyan emberek jöttek, akit még sose láttunk, meg azóta se láttuk, és így gyanítom, hogy ők inkább Szoboszlai fanok, mint Liverpool fanok. Teljesen oké részemről, amíg tudják azt a helyzetet kezelni, hogy nem Szoboszlai Dominikért gurul a futball, hanem a Liverpool sikereiért. Tényleg nagyon fura jelenség, hogy bármilyen cikk, vagy videó, vagy nem tudom, megjelenik, és akkor a szoboszlai edzője, szoboszlai csapattársa, szoboszlai volt csapattársa, tehát én nem tudok fordítva elképzelni. Tudom, hogy nekünk ő idézőjelben az egyetlen sztár focistánk, vagy hogy fogalmazzak, de akkor se tudok fordított esetben egy német, olasz, angol sajtóba egy ilyet úgymond elképzelni, úgyhogy szerintem ez így, aki tényleg már nem Szoboszlai miatt Liverpool szurkoló, de nagyon örül egyébként, hogy Szoboszlai itt van, maga azért amilyen játékos. Ez itt tényleg számunkra, én azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinten negatívan csapódik le ez a fajta plusz figyelem, amit a Liverpool kap. Egy kicsit kettős érzésekkel tölt el. Egyrészt tök jó, továbbra is én szeretem, hogy Dominik a csapatban van. Elsősorban azért, mert iszonyat jó játékos és segíti a csapatot. Másodszorban büszke vagyok arra, hogy egy magyar játékos képviseli magát a Liverpool színeiben. Viszont akiket említettem, ugye, akik inkább csak szoboszlai szurkoló, köztük azért bele lehet futni olyan egyénekbe az online tereken, akik, hát nem is tudom, mint engem, mint Liverpool szurkoló, nagyon ki tud borítani, amikor például Salah-t ekézik, mert nem passzol, miközben vezeti a házi assist listát. Csak azért, mert hogy nem Dominik lövi az összes gólt. Hát neki nem is ez a dolga, ő egy középpályás. És azt remekül játsza. Ezt kéne szerintem inkább látni a honi szurkolók körében is, akik neki szurkolnak. We're the best football team in the world.